Ez az érték még 200-nál kiváló, ez meg 500-nál kiváló. Úgyhogy is itt 70 meg 77 van. Úgyhogy ez egyértelmű. Minimális. Minimális, így van, így van. Lehet mondani azt, hogy ivóvízminőségű vize van a tónak, és ez 10 éve így van folyamatosan. Jelenleg 21 fokos és kristálytiszta a Szálkai tóvize, ami a vizsgálaton kiváló minősítést kapott a kormányhivatal népegészségügyi osztályától, mint ahogy ez hosszú évek óta így történik, mondja Páfi János, a strand üzemeltetője. Ezt folyamatosan tudjuk is tartani. Ez azért is lehet így tartani, mert ez átfolyó rendszerű víz, és ha netántán virágpor vagy valami a víz fölötte megjelenik, az fél napon belül átfolyik is, letisztul. Úgyhogy itt az ANTS folyamatosan méri, és állandóan kiváló minőséget mértek. A Szálkai strandon javában zajlanak a munkálatok. A nagy esőzések miatt hatalmasra nőtt füvet is folyamatosan nyírják, hogy mire megkezdődik a strandszezon, rendezett területtel várják a fürödni, pihenni vágyókat. Évente 30-40 ezeren mártoznak meg a Szálkai tóban. Zuhógó eső és egy 135 millió forintos topforrásból felújított, padokkal, ivókutakkal, ledlámpákkal felszerelt, modernizált strand fogadott minket Faddomboriban. A település fejlesztési operatív program pályázatán elnyert összegből a központi strandon felújították a vizes blokkot a kisgyerekekre és a mozgáskorlátozott személyekre is gondolva. Továbbá strandröplabda pályát, felnőtt fitnessparkot hoztak létre, és letérkövezték a vízpartot. A régi Szaba strandon pedig új játszóteret építettek, ám mindez hiába való lenne, ha nem lehetne fürdeni a vízben. A legújabb vizsgálatok szerint azonban Domboriban is alkalmas a víz a fürdésre, mondja Vusin Gábor, strandüzemeltető. Jelentem, hogy a vízünk kitűnő, 28-án kaptuk meg az ANTS vizsgálatát, és kiváló a vízminőségünk, de évek óta, hála Istennek, nagyon jó vízminőséggel dicsekedhetünk itt a dombori strandokon. A strandszezon június 15-én indul és augusztus 31-éig tart. Ezen időszakban a kormányhivatal népegészségügyi osztálya havonta ellenőrzi a vizek minőségét.